A kettes típusú cukorbetegség. A cukorbetegség, diabetes mellitus, kettes felnőttkori típusa, több mint 700 ezer beteget érint ma Magyarországon. Előfordulása egyre gyakoribb a kalóriadús táplálkozásból fakadó elhízás és a mozgásszegény életmód miatt. A cukorbetegség egy az életünk végéig tartó anyagcsereeltérés, amire mindig figyelni kell, de egyensúlyban tartható. Gondozó orvosa, gyógyszerésze, dietetikusa és az asszisztensek élete végéig partnerei jönnek a betegség gondozásában. A gyógykezelés célja a jó életminőség tartós biztosítása és a hosszú távú szövődmények kivédése. Ezekhez a vércukorértékek normális tartományba tartása, a cukorháztartás egyensúlyának megteremtése és fenntartása szükséges. A gyógykezelés legfontosabb alappillére az életmódváltoztatás, az egészséges táplálkozás és a rendszeres fizikai aktivitás. Amennyiben szükséges, orvosa gyógyszeres kezelést fog beállítani önnek. Ez nem lehet sikeres az ön együttműködése nélkül. Akkor tehet a legtöbbet egészségéért, ha a gyógyszeres kezelés során betartja orvosa előírásait. Fokozottan ügyeljen arra, hogy az orvosi utasításnak megfelelő gyógyszeradag bejusson a szervezetébe. Saját terápiáját és gyógyszeradagját soha ne hasonlítsa össze más cukorbetegével, mert a kezelés mindig személyre szabott. A gyakori gyógyszerkihagyás csökkentheti a gyógykezelés eredményességét. A gyógyszeres kezelés csökkenti a szívinfarktus és a stroke előfordulásának kockázatát, meghosszabbíthatja a várható élettartamot, de csak abban az esetben, amennyiben betartja orvosa utasításait. Az egyensúly felborulása rövid távon életveszélyes állapotot idézhet elő, míg hosszú távon a késői szövődmények, szív- és keringési rendszer, vese, szem, idegrendszer károsodásának kialakulását és súlyosbodását okozza. Mit jelent a gyógyulás cukorbetegség esetén? Tartós életmódváltással jelentős javulás érhető el, teljes értékű életet élhet, és elkerülheti a legsúlyosabb szövődményeket, mint például az infarktus és a stroke. Keresse fel kezelő orvosát, ha változást vagy állapotromlást tapasztal. Az ön érdeke a helyes döntéshozatal. Mind a jó, mind pedig a rossz döntés az ön életminőségét és jólétét fogja meghatározni. Továbbá családjának, szeretteinek és barátainak is fontos, hogy ön minél hosszabban fenntartsa egészségét és funkcióképességét.